Következő vendégünk Lehman Kristóf, a Magyar Nemzeti Bank monetáris stratégiai főosztályának vezetője. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Judit kollégámmal már említettük azt, hogy a mai adásom már csak azért is érdemes lesz figyelni, mert hogyha vezető politikusok, mondjuk egy ország miniszterelnöke, vagy egy nemzeti banknak a vezetője azt mondja, hogy emberek, nagyon jól alakulnak most a gazdasági számok, jól teljesít az ország, nem csak itt Magyarországon, hanem a környezetünkben, azért érdemes felkészülni egy kritikus időszakra, amit általában válságnak nevezünk, és ön írt egy elég komoly összefoglaló anyagot, Közeleg a tél címmel. Nyilván ezek a télnek is majd közel lesz, azt elmondja, de elsőként azt kérdezném öntől, Kristóf, hogy van-e a válságnak mérhető, tetten érhető ciklikussága? Abszolút van. Igazából kétfajta ciklus különböztethető meg. Az egyik az a reálgazdasági ciklus, ez a GDP növekedésének, tehát a bruttó össztermék a kibocsátásnak a ciklikussága. A másik pedig a pénzügyi ciklus, ez a nehezebben megfogható része. Például az, hogy a hitelaktivitás hogy növekszik, vagy éppen hogy zsugorodik. Maradjunk akkor az elsőnél. Ugye ezt általában az emberek többsége már nagyon jól ismeri, ezt a kifejezést, hogy a GDP ennyi százalékkal emelkedik, annak örülünk, hogy ez minél magasabb. Alapesetben igen. Illetve alapesetben ugye ez, tehát a növekedési szakaszokban a ciklusban, akkor a GDP az negyedévről negyedévre, illetve évperév összehasonlításban is tud emelkedni. Amikor egymást követő két negyedévben zsugorodás van, akkor beszélünk recesszióról. Ez a gazdasági, a reálgazdasági visszaesés. Ilyenkor csapát egy ciklus egy ilyen csökkenő szakaszba. Na most, hogyha azt mondja, hogy a válságoknak is van bizonyos fajta ciklikussága, és ez helyjel közzel mondjuk mérhető, ennél sokkal inkább mérhető az, és az írásában ki is tér erre egy elég komoly táblázat segítségével, hogy a válságot követő növekedési ciklusoknak a hossza az hogyan változott az elmúlt, nem tudom én, évtizedekben. Mit lehet ebből megállapítani? Alapvetően itt USA adatokra mutattam ezt a táblázatot, ott van a legrégebb óta adatszolgáltatás. Összességében a 20. században 4 éves volt egy ilyen felívelő szakasz, tehát egy ilyen ciklus felívelésnek a hossza, és 65 hónap, tehát 5 évnél egy picivel több a második világháború után. Ez egy hosszabbodást jelez, és alapvetően összefügg egyébként a másikkal, tehát a pénzügyi ciklusokkal, amit csak az utóbbi évtizedben kezdtek el a közgazdászok vizsgálni. Vagyis ezek a pénzügyi ciklusok jóval hosszabbak, jellemzően ezek 15-20 évesek, és ahogy ezek egymást erősítik vagy csökkentik, tehát a reálgazdasági és a pénzügyi ciklus, összességében ezek a folyamatok tudják ezt a szakasz bővülést vagy hosszabbodást a reálgazdasági ciklusoknál eredményezni. Viszont ugye most azt láthatjuk ebből az összeállításból, hogy 110 hónapnál tartunk per pillanatnyilag? Az USA-ban igen, és azért ez nagyon-nagyon erősen, már a 65 hónapos átlag fölött van, tehát ez a ciklus, a növekedési ciklus végét vetíteni előre. Megértettem. Lehman úr, hogyha ez a tendencia most egyelőre jó, akkor miért beszélünk arról, miért beszélnek néhányan arról, hogy közeleg a válság? Alapvetően azért, mert az előző válságnak a kezelése, az előző válságnak a kezelése az nagyon extrém eszközökkel járt. Alapvetően egy olyan nagy globális válság rajzolódott ki, ahol nem lehetett az eddigi eszköztárral kezelni a problémákat, vagy pedig egy olyan válság lehetett volna a végeredmény, mint 29-33-ban, amit mindenki el akart kerülni. Senki sem akart volna 30%-os munkanélküliségi rátát. Ezért olyan eszközök kerültek bevetésre, amiknek az alkalmazására elméleti elgondolás volt, gyakorlati tapasztalat kevés. És emiatt nőtt meg például nagyon a likviditás, a pénzmennyiség a világgazdaságban. Ez vitte föl például az eszközárakat, hogyha ránézzünk például a tőzsdeindexekre, akár az ingatlanárakat megnézzük nagyvárosokban, ezek csúcson, historikus csúcson vannak. Ugye jól emlékszem, hogy tulajdonképpen amikor az utóbbi nagy válságról beszélünk, az Egyesült Államokból indult el. Mi is volt annak a nagy cégnek a neve, ami legelőször Brothers. Lehman Brothers, így van, köszönöm szépen, hogy segített ebben. Azzal kezdődött állítólag minden. Rosszul emlékszünk, Lehman úr, viszont arra, hogy Amerikának, mint hogyha jobban sikerült volna kezelni ezt a válságot, mint mondjuk Európának. És hogyha ez tényleg így volt, akkor ők miben teljesítettek jobban? Ez igaz, ez gazdasági, reálgazdasági folyamatokban is mérhetőek. Alapvetően azzal abban véleményem szerint, hogy sokkal gyorsabban reagáltak, és sokkal erősebb eszközökkel reagáltak. Például sokkal gyorsabb volt a bankmentés,
mint ahogy az Európai Unióban egy 27-28 fős tagú csoportnak az egyeztetéséből véghez tud menni, és sokkal extrémebb volt, nagyon gyorsan kimentették a bankokat és a legfontosabb cégeket, és innentől kezdve sokkal gyorsabban tudott egy egészséges ütemre visszakapcsolódni a gazdaság. Az írásában kitér ugye arra is, hogy sokkal óvatosabb azért a bankszektor, nem csak Magyarországon, hanem szerte az egész világon. Ugye nyilván egy bank nem akarja magát megégetni, mert hogyha azt látja, hogy a hitelállományára felállított fedezet nem akkor, akkor kevesebb hitelt fog ugye kitolni a piacra. Ebből adódóan talán a gazdaság teljesítményét is csökkenteni fogja, vagy talán a fogyasztást is. Itt pontosan erről van szó, hogy gyakorlatilag ezeket a ciklusokat kell a gazdaságpolitikusoknak és a szabályozóknak ügyesen befolyásolni szabályokkal, hogy ne legyen túl fűtöttség vagy túlfutás a gazdaságban. Sajnos azt látjuk, hogy a feltörekvő országok döntő részében, és nagyokról beszélek, mint például most Törökország, akit említettem is a cikkben, nagyon nagy mégis az eladósodásnak az aránya, különösen a vállalati szektorban. És ahogy a 2000-es években nálunk a lakosság svájci frank hitelt vett föl, ők most dollár meg euró adósságot halmoznak föl, és nem feltétlenül van ilyen bevétele ezeknek a cégeknek, és ez jelenti a problémát. Nem fedezett ez a hitel. Na most, ugye miután ön a Magyar Nemzeti Banknál dolgozik, és olyan megszületett ez az írása, mi is ezen a héten, meg múlt héten is elég sokat foglalkoztunk azzal, hogy folyamatosan gyengül a forint. Mindenki azt próbálta megvizsgálni, hogy a forint gyengülése miatt éppen mi áll. A feltörekvő piacok, a dél-amerikai országok, most már Törökországot is említik, és jön az olasz csőd, mert ugye most már tulajdonképpen erről is beszélnek, hogy ami Törökországban van, az egy gyerekjáték ahhoz képest, ami majd Olaszországban lesz. Olasz csődről még nem érdemes beszélni, ennek a kockázata az mindenképpen nagy. És azt látjuk, hogy a befektetők izgulnak emiatt. Amit itt fontos megemlíteni az, hogy annak ellenére, hogy van egy nagy kötvényvásárlási programja az Európai Központi Banknak, tehát az állam kötvényeket vásárolja, ezzel ő próbálja a hozamokat lecsökkenteni, hogy olcsóbb legyen finanszírozni például az olasz adósságot, de már többi eurozónás országban is. Annak ellenére, ez a program fut, nagyon magasak az olasz hozamok. És ez már azt mutatja, hogy félnek, vagy legalábbis aggódnak a befektetők, hogyha ezek a kötvényvásárlási vagy eszközvásárlási programok lezárulnak, akkor félő az, hogy megugrik ez a hozamszint, és akkor jöhet majd a probléma, akár Olaszországban is, de máshol is az eurozónán belül. Alapvetően Olaszország tűnik most a legkockázatosabbnak, mert nem biztos, hogy fenntartható lesz majd az adósság rátája. Az a szint, ahogy GDP-ben mérjük mondjuk az államadósság szintjét, az egy növekvő pályára állhat, és akkor probléma jöhet. Ha már arról beszélünk, és ez a beszélgetésünk témája, hogy közeleg a válság, ennek az időpontja prognosztizálható? Abszolút nem. Ha látjuk is ezeket a sérülékenységeket Olaszországban, Törökországban, más gazdaságokban, ezek pszichológiai átfordulások vagy hangulatváltozások, és pontosan emiatt nem lehet előrejelezni, hogy például befektetők mikor kezdenek el egy pánikszerű hangulatba kerülni. Ugye most 2018. augusztus 17-e van, tehát nem tudjuk azt mondani, hogy 2019-ben tuti, hogy végig söpör mondjuk Európán vagy a világon egy gazdasági válság. Nem, már csak azért sem, mert itt a reakciótól is függ, tehát egyrészt a gazdaságpolitika is tud reagálni, a többi szereplő is tud reagálni, és ez az, amit nem tudunk előrevetíteni. Tehát ez egy dinamikus folyamat, hogyha elindul egy ilyen procedúra, egy ilyen folyamat, akkor arra lehet reagálni, és ha jó a reakció, akkor nem biztos, hogy ez válságba fog torkolni. Még egy apró kérdésem hadd legyen, mert ugye ez most tűnhet úgy, hogy ez egy nagyon-nagyon álnaív kérdés. Az írásának ugye az a cím, hogy közeleg a tél. Mondjuk egy téli időszaknak van köze ahhoz, lehet köze ahhoz, hogy egy válság felerősödik? Nem feltétlenül. Itt most kifejezetten a trónok harcának a szimbólumára vagy hasonlatára akartam csak utalni. Tehát ez igen, mert aki olvassa az írását. Még azért beszéljünk arról, hogy amikor egy nemzeti bank vezetője, amikor egy kormányfő hasonlóképpen nem egyértelműen, de mintha vizionálja azt, hogy itt lehet valamilyen probléma, akkor annak mi az üzenet értéke mondjuk az adott ország számára, és mondjuk az uniós országok környezetének a számára? Mi 2013-ban realizáltuk azt, hogy ezekből a nagy válságkezelő programokból probléma lehet, és akkor álltunk neki
mindegyik hazai szektora, tehát itt az államról beszélünk, tehát a költségvetési szektorról, a háztartási szektorról és a vállalati szektorról, azokat a sérülékenységeket, amik akkor jellemzőek voltak még korábbi felépülésben a gazdaságban, különböző célzott programokkal lecsökkenteni. Itt gyakorlatilag egy előre gondolkodás volt, és úgy tűnik, hogy ez most lesz majd, vagy most váltható majd profitra az ország szempontjából, amikor már más országokban, ahol pont például devizában adósodtak el, körvonalazódnak ezek a problémák, mint például Törökország. Hát örülök annak, hogy legalább az kiderült, hogy mind a ketten trónokharca fogyasztók vagyunk. Hát hogy is fejeződött be az utolsó évad? Hogy jönnek a mások, ugye? Mert hogy az északi falat... És át is jutottak a falon, igen. No, örülök egyébként, hogy itt volt. Meg örülök ennek a beszélgetésnek is, jöjjön máskor is. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom! Thank you.